Dunajás-Megyelvóváros közgyűlésének szeptember 19-i rendkívülését megnyitom. Miután szeptember 5-én csütörtökön jól elköszöntük, meg jól megköszöntük, ezek után akkor ismét elmondom, hogy akkor feltehetőleg ez a ciklus utolsó közülése. Összesen 6 napi rendi pontban hozott döntést a képviselőtestület egy rendkívüli ülés keretében csütörtökön. Az első két téma a Mombak kúria és a Baracsi úti arborétum fejlesztéséhez kapcsolódott. Ezen két ingatlan felújítására támogatást nyert a város a terület és településfejlesztési operatív program által. Most szükség volt költségvetési előirányzatokról dönteni ezek feladatairól. A DAV mérnöki Kft. Ingatlanokat szeretne vásárolni az északi területen azért, mert az általuk fejlesztett egyedi lemeztermékek gyártására a jelenlegi telephelyükön nem áll rendelkezésre elegendő logisztikai terület, illetve a rácalmási telephelyük további fejlesztése nem lehetséges. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat felhívást tesz majd közzé a megvásárolni kívánt területek értékesítése érdekében. A DVG ZRT és az önkormányzat között fennálló tagi kölcsönszerződés lejárati határidejét szeptember végéig meghosszabbították. Ezen kívül plusz forrást biztosítanak a cégnek a közszolgáltatási feladatok ellátására, amelyek között parkfenntartási, zöld területekre vonatkozó karbantartási, út- és járdatakarítási munkálatok szerepelnek. Az önkormányzat segíteni szeretné a dunajvárosi nyugdíjasokat és a lakásfenntartási támogatásban részesülőket. A napirend alapján távhőtámogatási jogcímen fogyasztási helyenként egy személy részére 2x3000 forintot, vagyis összesen 6000 forintot biztosítana. A keretösszeg 100 millió forint erre a célra. Ennél a napirendnél ellenzéki képviselők több kritikai felvetésüknek is hangot adtak, például, hogy miért ennyi a támogatás, kik kaphatják, miért az a határidő, ami. Szepesi Attila gazdasági ügyekért felelős alpolgármester az ülésen elmondta, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében döntöttek erről a támogatásról. Senki nem számolt itt 40 milliós meg 50 milliós költségekkel, adtunk erre 100 millió forintot. Véleményünk szerint ez az utalvány. Tehát aki, ha akárhány nyugdíjas is lesz, körülbelül 60 millió, a legjobb esetben, van nyomdai költsége, van egy bizonyos kihordási költsége, és utána annak rendje módja szerint a cégnek el kell számolni. Hogy miért júniusban? Ha véletlenül most kimennek a levelek, ugye ez egy nem egy rövid időszak, hogy 9000 embernek az ügyes baját elintézni, vagy 10000 embernek ügyes baját elintézni. Véletlenül valaki kimarad decemberig, akkor megint látjátok, mi nem kaptunk. És ezért húztuk ki a határidőt júniusig. Cserna Gábor polgármester elmondta, ez az önkormányzati támogatás egy folyamat része, igazodva a kormányzati intézkedésekhez, hiszen a gazdaság teljesítménye alapján nyugdíjprémiumra van lehetőség. Idén ezt kiegészítette a kormány 9000 forint rezsiutalvánnyal valamennyi nyugdíjasnak, amelyet áram és gáz közszolgáltatási díjra lehet felhasználni. Ezért gondoltuk úgy, és így született meg ez a napirend, ezzel a bizonyos, ahogy a polgármester mondta, 2x3000 forintos támogatással, távhő és vízszolgáltatás. Természetesen vannak, akik nem olyan ingatlanokban élnek, ahol ez a szolgáltatás van, ott pedig a védőháló által koordinált tűzifa hozzájutására van lehetőség. Több kampány során beszélgetve az utcán, több nyugdíjas hölgyet, urat sikerült ebbe az irányba irányítani. A napi rendet végül elfogadták. Cserna Gábor az ülés után egy sajtóközleményt adott ki, amelyben megerősítette, a testületük döntött a nyugdíjasoknak járó 2x3000 forintos távhő és melegvíz szolgáltatásra vonatkozó utalvány formájában történő támogatásáról. Úgy fogalmazott közleményében, hogy az ellenzékben álló fekete ruhások szivárvány koalíciója azonban ez alkalommal is bebizonyította, céljuk a rombolás, konstruktív építkezés helyett az elért eredményeket tagadják. Ha rajtuk múlna, egy helyi támogatási forma sem valósult volna meg. Mi azonban az építkezésben hiszünk, és a jövőben is támogatjuk a dunajvárosi családokat, gyermekeket és időseket egyaránt.